11 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre indították el a Vese világnapját, de nem csak hazánkban, számos más országban is figyelemfelhívó rendezvényeket szerveznek. A vesebetegség ma már népbetegségnek számít. A világ lakosságának 14%-át, összesen 500 millió embert érint, közölte Szegedi János főorvos. Magyarországon ez a szám a 500 000-t is meghaladja. Fiatalkorban azok a hagyományos vesebetegségek, amik 20-30-50 évvel ezelőtt komoly problémát jelentettek, ma már ritkábban vannak. De sajnos egy a baj, a hipertónia, a diabétesz, az elhízás a fiataloknál is jelentkezik. És azt kell mondanunk, hogy a pubertáskori elhízás, a pubertáskori hipertónia, a pubertáskori diabétesz ma Magyarországon is komoly probléma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 településen is kezelik a vesebetegeket, összesen több, mint 370 főt. A vesebetegség az egy olyan betegség, sajnos, aminek nincsenek konkrét tünetei, tehát nem gondol az ember arra, hogy éppen, hogy veselégtelensége van, hogy nem működik jól a veséje. Magas vérnyomás, illetve cukorbetegség társul hozzá, illetve az a két legnagyobb rizikofaktor, amelyik kialakítja ezt a vesebetegséget, és ezzel kapcsolatban szeretnénk felvilágosítani az embereket. A rendezvényen orvosi előadások, ingyenes vérnyomás és vércukorszínmérés, tájékoztató anyagok és személyes tanácsadás is várta az érdeklődőket. Ma már a veseelégtelenséget is kezelik, tavaly pedig 343 veseátültetést végeztek Magyarországon. Ma úgy alakul, hogy az összbetegek mintegy 70-75-80%-a az idősebb korosztályból kerül ki. Nem egy esetben 90 év feletti betegeket is kezelünk. Természetesen, mivel a betegség hosszú, több évtizeden keresztül tartó, már fiatal korban is érdemes odafigyelni az első tünetekre. Mérsékelt sófogyasztással, rendszeres vérnyomás és vércukorszínméréssel a szakember szerint kiszűrhető a betegség. A Vesebetegek Egyesületének jelenleg 246 tagja van a megyében, gondozottakból, transzplantáltakból, illetve a legnagyobb részt dializált betegekből áll.